Nem mondok le, válaszolta az ATV kérdésére Sesták Miklós, aki nézte az előbb pár perccel ezelőtt a híradót, az már láthatta. Ahogyan a miniszter ezt mondta, az ellene felhozott offshore vádakat pedig, újra idézem annak, aki nem látta, kétségbe esett emberek reménytelen próbálkozásának nevezte. Nem csak az ellenzék szólította fel lemondásra, hanem tegnap már a Magyar Nemzet vezércikk írója is. Vendégem a Demokratikus Koalíció pártigazgatója Varjú László. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Persze a Magyar Nemzettel kapcsolatban ugye sokan azt mondják, hogy Sesták Orbán Viktor embere Simicska Lajossal szemben, és most megy dúl a belső háború. Amit önök meg szeretnének tudni a DK képviseletében a minisztertől, az az egyik, hogy volt-e valaha olyan vállalkozása, amelyet becsületesen menedzselt, a másik pedig, hogy Polt Péter legfőbb ügyész indít-e vajon hivatalból eljárást. A második nyilvánvalóan érdekesebb. Mire számítanak? Hát ugye az előbbinek megfelelően azt lehet mondani, hogy reménytelen ember kétségbe esett próbálkozása arra, hogy ő egyébként ott tudja maradni. De hát kétségtelenül... Így gondolja? Izgalma. Én azt hiszem, hogy ez így van, hiszen van egy furcsa helyzet, az első olyan az elmúlt évekből, amikor lényegében egy belső háború eredményeként a Magyar Nemzet címoldalas cikkben támadja a kormány miniszterét. Azért ügyesen fogalmaz, azt mondják, hogy Kóka János SZDSZ-es egykori miniszterhez lehet hasonlítani a mostani minisztert, akár igazak a vádak, akár nem, de a látszat is fontos, ugye becsületesnek nem csak lenni kell, hanem látszani is, és az a híres elmúlt 8 év az olyan emberekhez kötődik, akik hát próbálják ezt a látszatot kelteni, de alapvetően azt gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló. Sesták úr már a kinevezésének pillanatában megkapta a vádakat. Ott az Országgyűlési Bizottságban erre vonatkozó kérdéseket kapott. A Demokratikus Koalíció képviseletében Molnár Csaba országgyűlési képviselő egyértelműen alkalmatlannak minősítette már akkor a miniszterjelölt urat, és azóta is ugye látható, hogy újabb és újabb vádak jönnek be. Már nem csak az ellenzék támadja, hanem a kormánypárt mögött álló vállalkozók, sajtó is nekifutott ennek. De hát ez ugye nem újdonság, mert igazából Sesták úr jelensége tekintetben, de itt van előttünk az új ügy, ami látható, hogy a, mondjuk úgy, hogy kockázat nélkül kimondani nehéz mai szuperminiszter nevét, mert félő, hogy akkor a főszerkesztőt leváltják, de az ügye az is itt van a napokban, hogy tulajdonképpen letartóztattak egy vele szerződést kötő embert csalásért. Ha pedig ez az egyik fél csalással vádolható, és nemzetközi parancs alapján elfogják őt, akkor ott van a másik fele is ennek, és ő is ugyanitt támadható. Tehát egyik miniszter a másik után jön, aki ebben a kormányban így viselkedik. Tehát ön optimista, ön szerint akár Polt Péter legfőbb ügyész fog indítani valóban hivatalból eljárást, vizsgálatot? A Demokratikus Koalíció már régóta nem lehet biztos abban, hogy Magyarországon az arra hivatott intézmények azok elvégzik a munkájukat. Ugyanez például vonatkozik az ügyészségre, ahol számos olyan ügy van láthatóan a sajtó által vagy az érintettek által bemutatva, ahol már régen eljárást kellett volna indítania. De hát ez az. De nem tette. Vonatkozik ez akár a rendőrségi eljárások egy részére is, ott is látható, hogy egyébként már régen akár befejezhették volna, akár a bíróságnál is látunk olyan jeleket, amikor olyan döntések születnek, például az Alkotmánybíróságnál is, ami mindenképpen kétséget hagy maga után. Hát kérdezem meg, hogy mi a következménye annak, hogyha egy bizottsági eljárásban, egy bizottsági meghallgatásban egy leendő miniszter vagy bármely politikus nem mond igazat, és ez kiderül. Most csak arra gondolok, hogy az impeachment benne van a levegőben az Egyesült Államok közéletében, hogy Bill Clinton ellen az eljárás nem azért indult, amit Monica Lewinsky-vel csinált vagy nem csinált, hanem azért, mert nem mondott igazat. Az két különböző dolog. Akár milyenek az ügyek Sesták Miklóssal kapcsolatban, az kiderült, hogy a bizottsági meghallgatásán két dolgot állított, az egyik az, hogy összvisz két cége volt, a másik az, hogy nincsenek külföldi cégei. Mind a kettőről úgy tűnik, hogy kiderült, hogy ez nem igaz. Mi a következménye ennek? Hát ugye az első számú következmény a politikai következmény, hogy teljesen természetes, hogy ilyenkor le kell neki mondani. Ez egy normális országban így történik. Meg kell, hogy szűnjön az a politikai megbizatása, amit azáltal nyert el, hogy egyébként erre felkérték, másodszorban az állításai nyomán, de mivel a hitelességét elveszítette, ezért ő neki le kell mondani.
Még mielőtt elmegy, hadd kérdezzem, egy mai Blikk cikkkel kapcsolatban úgy szól a főcím: 1 milliót kaszált választási bukásán Varjú László. Ugye arról van szó, hogy 2 hónapig nem volt DK-s képviselő, 6 havi, úgymond lelépési pénz járt ezért, és aztán Molnár Csaba brüsszeliben folytatandó politizása kapcsán ön ezt az 1 millió forintot megtartotta, és újra képviselő. Tervezi visszaadni ezt a pénzt a költségvetésbe? Hát mondjuk úgy, hogy a Fidesz politikai hadjáratának nyomán már visszakövetelték, és vissza is fizettem. Visszafizette már ezt a pénzt? A 14. kerületi polgármesterrel folytatott vitát, 14. kerületi polgármesterrel folytatott vitában. Mikor? Aki fizette ezt vissza, vagy ezt hogy érti? Gyakorlatilag azonnal, ahogy ez kifizetésre került, hiszen ott már egészen a végrehajtási eljárásig elvitték, és perben követelték egy személyiségi jog sértése miatt. Így most lehetőségem nyílt arra, hogy egyébként visszakerüljön. Így, bocsás, meg nem értem, mi köze van a Papcsák ügynek és az ott jogerősen megítélt megfizetendő pénznek a 6 havi pénzhez a parlamentből való távozása után? A Papcsák úrral folytatott vitának vita eredményeként ebből a pénzből volt lehetőségem arra, hogy megfizessem. Én ezt úgy tekintem, mint egy politikai per végén, ahol amit a Fidesz indított egy mondatom miatt, emiatt most tulajdonképpen a Fidesz visszakapta a pénzét, így Papcsák úr a 120 millió forintos pénze mellé, elmúlt évi osztaléka mellé még 1 millió forintot kapott. De nem a Fidesznek jár ez a pénz, hanem a költségvetésnek, vagyis az adófizetőknek, hiszen ön nem volt képviselő, törvényesen járt önnek egy 1 millió forintos összeg, újra képviselő nem jár önnek elvileg ez az összeg. Lehet, hogy nem törvényességi, hanem erkölcsi politikai kérdés, amiről beszélek, de a két ügynek úgy tűnik nincs egymáshoz köze a Papcsák jogerősen megítélt összegnek, amelyet önnek ki kellett fizetnie, és a költségvetésbe visszautalandó, akár csak morális okokból visszautalandó 1 millió forint. Igen, ez történt, hogy lényegében egy peres eljárás következtében köteleztek arra, hogy ezt a pénzt megfizessem, mármint Papcsák úrnak. Én úgy vagyok vele, hogy mivel ezt politikai okok miatt indították el, tehát lényegében eztnek a visszafizetése ilyen módon megtörtént. A Fidesznek, de nem a költségvetésnek. De Papcsák úr ilyen értelemben olyan módon jutott ehhez a forráshoz, és kapta meg, ami azt gondolom, hogy ilyen módon visszakerült, illetve oda került, ahova kell. Tehát újabb 1 milliót nem tervez visszaadni. Nem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jöjjön.